Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Összefogás az Ungváron élőkért, példaértékű, ahogy a szekszárdiak segítik a háború sújtotta területen élőket. Egyre kilátástalanabb a helyzet, a világgazdaság is megsíli, ha nem lesz hamar vége a háborúnak. Halálos balesetet okozott, börtönbe megy, egy nő hunyt el, mert a sofőr elaludt a volánnál. Szekszárdváros díjazta a büszkeségeit, sportolóknak és edzőknek járt az elismerés. Továbbra is várják az adományokat Szekszárdon, hogy a háború sújtotta Ukrajnába Ungvárra szállítsák azokat. Hétfő óta rengeteg tárgyi felajánlás érkezett, de még mindig nagy szükség van a segíteni akarók támogatására. Ekközben az önkormányzat adományszámláján is gyűlik a pénz, a megyéjogú város vezetői pedig már a segítségnyújtás kiterjesztésén dolgoznak. Egy perc pihenésre sincs idejük a hajdani Szekszárdszálló földszintjén dolgozó önkénteseknek. A Garai téren hétfő óta működő adománygyűjtőpontra folyamatosan érkeznek a felajánlások. Nem gondoltam volna, hogy ennyire, tehát tudtam, hogy az emberekben benne van ez a segítségnyújtás, és hogy mindenkinek tenni kell, és az önkéntesek is rengetegen jelentkeznek. A magánszemélyek mellett vállalkozások, sőt iskolás osztályok is gyűjtésbe kezdtek, hogy tartós élelmiszerrel, tisztálkodószerekkel, ágymatracokkal, takarókkal vagy éppen elektromos fűtőtestekkel, esetleg önkéntesként segítsék a háború sújtotta ukrajnai Ungváron élőket és az oda menekülőket. Egyre több az önkéntesünk, és már a tanulóimnak a gyermekei is, tanulóim is itt vannak segítőnek, és rengeteg mindent hoztak ma is, sőt a gyakorlóiskolából egész osztály jött itt, és már délelőtt is egy osztálytól csomagokat kaptunk, amik ők gyűjtöttek össze az iskolába. Ezek mellett recept nélkül kapható gyerek és felnőtt gyógyszerekre, például láz- és fájdalomcsillapítókra, valamint egészségügyi ládákra is egyre nagyobb szükség van. Rugalmas rögzítő pólya. A gyűjtőponton dolgozók továbbra is várják az adakozók hívásait egy erre kijelölt telefonszámon, ahol részletes tájékoztatást tudnak adni azzal kapcsolatban, hogy éppen mire van szükségük a háborús övezetben élőknek Ungváron. A tisztálkodási szerekből most nagyon jól állunk, úgy látom, hogy az, ami tényleg szépen gyűlik, pelenkákat azokat kérnénk még, tehát gyerekpelusok azok jöhetnek, valamint fekvő helyek, tehát matracok, párnák, takarók, ez még valóban erre szükség van. Eközben az önkormányzat gyűjtőszámlájára is érkeznek a pénzadományok, oda bárki utalhat. Azt kérik, aki segíteni akar, a közlemény rovatba írja Ukrajna. Volt, aki több 100 000 forinttal támogatta a háborús övezetben élő családokat. A polgármester úr felajánlott 500 000 forintot a polgármesteri keretből az adománygyűjtés céljára. Az, hogy ezt mire költjük, azt teljes egészében rábízta a csapatra, úgyhogy nyilván ebből azt fogunk vásárolni, amire a legnagyobb szükség van. Az önkormányzat munkatársai folyamatosan dolgoznak a segítségnyújtás kiterjesztésén. A Városházán munkacsoport alakult, aminek tagjai elsőként felmérik, milyen épületekben tudnák elszállásolni a menekülteket. Felmérjük a lehetőségeket, és felkészülünk arra, hogyha a helyzet fokozódik, akkor hogyan tudunk segíteni. Egységes álláspont az, hogy mindenképpen segítenünk kell. Ne legyen rá szükség, de nyilván nem szabad ezt most kizárni, úgyhogy erre fel kell készülni. A tervek szerint az első szállítmány adomány szombaton indul útnak Ungvárra, a gyűjtés viszont nem fejeződik be. A cél, hogy Szekszárdról a háborús helyzet rendeződéséig segítsék a Kárpátalján élőket. A legfontosabb a magyar emberek élete és biztonsága, beleértve a Kárpátalján élő magyarokat is, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az ukrajnai háborúval kapcsolatban. A miniszterelnök kijelentette, nem hozhatunk és nem is fogunk olyan döntéseket hozni, amely célponttá változtatná akár a magyarországi településeket, embereket, akár a Kárpátalján élő magyarokat, vagy akár az ukránokat. Miután a kormány értékelte a kialakult helyzetet, a kabinet megerősítette, hogy Magyarország továbbra sem küld sem katonákat, sem fegyvereket Ukrajna területére. De ugyanakkor Ukrajna a barátunk, bajban vannak, és a bajba jutottakon segíteni kell. Megindítottuk Magyarország történetének egyik legnagyobb humanitárius akcióját. Az első lépésben 600 millió forint értékben küldünk élelmiszert, higiéniai eszközöket és gyermekápolási termékeket.
Az orosz-ukrán konfliktus elől menekülő családoknak szerveztek gyűjtést Faddon is. A község lakosai példamutató módon segítettek a bajba jutottakon. Tartós élelmiszereket, gyógyszereket, tisztálkodószereket és majd 1,5 millió forintnyi készpénzt is összegyűjtöttek. A helyi önkormányzat saját kis busszal szállította el Tarpára az adományokat. Folyamatosan érkeznek az adományok a Faddi művelődési házba, amik aztán a kárpátaljai Tarpára kerülnek, hogy ott az orosz-ukrán konfliktus elől menekülő családok között szétoszthassák. Fülöp János Fadd polgármestere elmondta, hogy példaértékű volt a hozzáállás a község lakosai részéről, rengeteg felajánlás érkezett. A tartós élelmiszereken túl 1,3 millió forint összegű készpénz is összegyűlt a bajba jutottak megsegítésére. Pelenka, lepedő, takaró élelmiszer, tehát konzervek, száraz élelmiszer, gyermekruhát is, van egy 300 000 forint körüli gyógyszer gyűjtés is, ezt a gyógyszerész úr állította össze helyben, és ezt fizettük ki ebből a gyűjtésből. Ebben gyermektápszertől kezdve lázcsillapítók, tehát olyan, ami a gyerekeknek szükséges lehet. Az adományokat a község alpolgármestere Márkus György és Bényi András fogja a település kisbuszával elszállítani Tarpára, ahol majd a családsegítő szervezet osztja szét a rászoruló családoknak. Faddon jelenleg 18 menekült tartózkodik, akiknek a lakhatását szeretnék megoldani hosszabb távra, ezen dolgozik most a község vezetése. De sajnos az önkormányzat nem rendelkezik szükséglakással, így tettünk föl a Facebookra hirdetést, ha valakinek van üres ingatlana, akkor nagyon szívesen fogadjuk a felajánlást. Hát mert pillanat, ebből sincs nagy kínálat, úgyhogy itt meg vagyunk lőve. Most én próbálok vállalkozókat, dombori vállalkozókat, akik szállásadással foglalkoznak, velük kapcsolatot teremteni, ahol fűthető szállás. Mert ugye a jövő héten is mínusz 8-10 fokokat mond, tehát ezekben a nyári lakokban igazán nem nagyon lehetne most menekülteket elhelyezni. A továbbiakban az önkormányzat elsősorban pénzadományokat vár, hogy a menekült családoknak a szállásait fizetni tudják. Ha a paksi atomerőmű által megtermelt villamos energiát szabad piacról szereznénk be, akkor a családok rezsiköltsége a négyszeresére emelkedne, állapította meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium elemzése. Ez azt jelenti, hogy a családok átlagos éves 92 000 forintos rezsiköltsége 264 000 forinttal, nagyjából 356 000 forintra nőne. Az ITM számítása egy kétgyermekes, családi házban élő, a fűtést és melegvizet gázzal előállító háztartásra vonatkozik. A lakossági áramára a jelenlegi kilovattonkénti valamivel több mint 38 forintról közel 149 forintra emelkedne. Egy hete tart az orosz-ukrán háború, aminek már most látható gazdasági következményei vannak nem csak Magyarországra, de egész Európára nézve. Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai vezetője úgy nyilatkozott stábunknak, minél tovább húzódik a háború, annál nagyobb károkat szenvedhet a világgazdaság. Sok jót nem tudok mondani, mert egyelőre nem arra felé halad, hogy csökkenne a háborús feszültség, illetve maga a hadműveletek intenzitás. Így kezdte Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai vezetője Szekszárdon tartott előadását. Az ukrán-orosz háború már egy teljes hete tart, aminek már látható gazdasági következményei is vannak, nem csak Magyarországon, de egész Európában. És vélhetően ennél csak rosszabb lesz, hiszen az Európai Unió több büntetést is kiszabott már Oroszországra. Majd meglátjuk ugye, hogy az európai szankciókra milyen orosz ellen szankciók jönnek. Szerencsére Magyarországnak hosszú távú szerződése van, és ezért a kapcsolataink azért jobbak, mint az átlag európai országoké, tehát reméljük, hogy az orosz ellenszankciók, vagy én hiszek abban, hogy az orosz ellenszankciók nem fogják a magyar gázellátást érinteni, de a háború önmagában is rendkívül rosszul hat az egész világ gazdaságára, tehát a mi gazdaságunkra se fog ez jól hatni. A szakember elmondta, most azt látják, hogy inkább élesedik a konfliktus, és egyelőre nem a diplomáciai megoldás felé tartanak a felek, pedig az lenne az egyetlen megoldás. Ez ugyanolyan váratlanul bekövetkezhet, mint amilyen váratlanul indult ugye 3 hónappal ezelőtt ez a válság, és amennyire sokak számára váratlanul tört ki maga a háború. Ugye nem látunk bele ezekbe a folyamatokba, nagyon kevés dolog szivárok ki ezekről a dolgokról, de ha nem, akkor ez a háború még azért hetekig, hónapokig elhúzódhat. Bár eddig meglepően hatékonyan védekeztek az ukránok, most mégis a harci eseményeknek a kiszélesedését láthatjuk, tette hozzá Demko Attila. Napról napra jelentősen növekszik mindkét ország vesztesége, és ezáltal a világgazdaságé is.
A szakértő azt is elmondta, Magyarország ugyan gazdaságilag partnere Oroszországnak, de ezt az akcióját mindenki határozottan elítéli. Olyan dolgokban, mint mondjuk sok európai ország fegyvert küld Ukrajnának, ebbe szerintem nem szabad részt vennünk. Örülök neki, hogy a kormányzat így döntött, hogy nem küldünk fegyvert, egész egyszerűen azért, mert akkor óhatatlanul is előbb-utóbb felmerülne az a veszély, esély, hogy belesodródunk a konfliktusba. Pedig Magyarországnak ebben a háborúban nem kell részt vennie, nem szabad részt vennie semmilyen módon, kivéve úgy, hogy humanitárius segélyt adunk, befogadjuk a menekülteket. A felmérések szerint Magyarországra érkezett eddig a második legtöbb menekült, több mint 90 ezer embernek nyújtott már hazánk segédkezet. 3862 új megbetegedést igazoltak szerdán. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.796.982 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 77 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 44.211-re emelkedett. 3320 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 120-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma is folyamatosan növekszik, Tolna megyében 77 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, így 38.207-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Kivezeti Magyarország a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások döntő többségét. Ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be csütörtökön. Gulyás Gergely azt mondta, hogy hétfőtől megszűnik a maszkviselési kötelezettség, mivel a járvány ötödik hulláma a végéhez közeledik. Kivezetik azt a szabályt is, amely biztosítja, hogy a munkáltató kötelezővé teheti a koronavírus elleni oltást, mondta a miniszter, aki két területet említett ezen szabályok alól kivételként, a szociális és az egészségügyi szférát. Ezek mellett megszűnnek a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályok is. A miniszter arról is tájékoztatott, hogy fenntartják az egészségügyi veszélyhelyzetet. Most ezeket kivezetjük természetesen, miután nem tudjuk, hogy lesz a járványnak hatodik hulláma, ha szükséges, akkor lehet, hogy ezeket újra be kell vezetni, de ma a virológusok optimistábbak, mint bármikor korábban, tehát részben nem biztos, hogy lesz újabb hullám, de ha lesz újabb hullám, ami természetesen egyáltalán nem zárható ki, akkor is a nagy többség azt mondja, hogy a járvány ezt követő hullámának vagy hullámainak tünetei azok enyhébbek lehetnek, mint a korábbi hullámok voltak. Dombóváron tartott lakossági tájékoztatót a Demokratikus Koalíció egészségpolitikusa. Komáromi Zoltán szerint a vidéken működő kórházak üzemeltetését a helyi önkormányzatoknak kéne átadni, és erősíteni kellene az egészségügyi szakképzést. Dombóváron tartott lakossági fórumot az ellenzéki összefogás egészségügyi szakértője Komáromi Zoltán, aki a tájékoztató előtt a helyi kórházba is ellátogatott. Mint mondta, véleménye szerint a városi intézmények működtetési jogát vissza kell adni a települési önkormányzatoknak. Ha egy kisebb közösség ott, helyben lát valamilyen problémát, mindig megtalálja azokat a lehetőségeket, amivel meg tudja oldani. Budapestről, vagy akár valami messze levő megyeszékhelyről nagyon nehéz ezeket az operatív dolgokat észrevenni és megoldani. Komáromi Zoltán szerint Magyarországon hiányzik körülbelül 5-6 ezer rutinos szakorvos és 10-12 ezer ápoló. Emiatt úgy véli, nővérszállásokat kell kialakítani a városi kórházak térségében, illetve azokon a településeken, ahol kórház és középiskola is van, egészségügyi képzést kell indítani. Kisvárosba évente 40-45 18 éves diák végzett, érettségizett, és a kétharmaduk elhelyezkedett annak a városnak vagy a környékének az egészségügyi intézményeibe. Kötődött a településhez, megtanulta a szakmát és dolgozott. Mint fogalmazott, ezekkel az intézkedésekkel a kisvárosi kórházak megtalálják a helyüket az egészségügyön belül. Börtönbe megy az a férfi, aki 2020-ban egy lakodalomból hazafelé menet elaludt a volánnál és meghalt miatt egy nő. Heten ültek az autóban, amikor a sofőr fának csapódott. Egy édesanyja kirepült a kocsiból, és azonnal szörnyet halt. A képeken jól látszik, hogy hatalmas erővel csapódott az út melletti árokba az autó a hatos úton, Szekszárd és Kakast között még 2020 nyarán. A hétfős társaság egy lakodalomból tartott hazafelé, amikor a sofőr elaludt a volánnál, emiatt az árokba sodródtak.
Ekkor a kocsiban ülő egyik nő kirepült az autóból és fának csapódott. A fiatal sofőr most állt bíróság elé. A férfi nem ivott, egyszerűen csak elaludt vezetés közben. Így történt a tragédia. 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményről van szó. Az irányadó anyagi jogszabályok értelmében ezen büntetési tételkeret középmértéke az 3 évi szabadságvesztés. Ez az a tételkeret, illetőleg ez az a középmérték, amely kapcsán az enyhítő és súlyosító körülmények figyelembe vételével a tisztelt járásbíróságnak szankcionálnia kell. A sofőrt végül börtönbe küldte a bíró, 1 évre és 3 hónapra kell fogházba vonulnia. Közúti közlekedésben való részvétel nagyon veszélyes, egy veszélyes üzem. A járművezetőre sokkal, de sokkal súlyosabb szabályok vonatkoznak, úgymond, mely a felelősségét megnöveli, és hogyha még egy legkisebb oda nem figyelés, egy senki nem által akart, egy pillanatnyi kihatás is nagyon súlyos következményekkel járhat, mint ahogy sajnos ez 2020. augusztus 23. napján hajnali órákban be is következett. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az elítélt sofőr enyhítésért fellebbezett. Szekszárd idén is díjazta a 2021-ben kiválóan teljesítő sportolókat és edzőket. A Városháza dísztermében tartott ünnepélyes átadón 96 sportolónak és 22 trénernek ismerték el a munkáját. Szekszárd megyei jogú várossport és ifjúsági bizottsága idén 5. alkalommal adta át a Szekszárd büszkesége sportolója és edzője elismeréseket. Az év sportolója díjat Szemerei Levente, a sportközpont középtávfutója vehette át a Városházán megrendezett ünnepélyes díjátadon. Gyurkovics János alpolgármester azt mondta, kívánja, hogy a sportoló a jövőben ugyanilyen vagy ennél nagyobb sikereket érjen el a sportágában. A nagy örömünkre megérkezett az év sportolója díjazottja, a Szemerei Levente, aki épp versenyről érkezett, Splitben volt egy félmaratonon, ott második helyezést élt el, és hát az eredmény listáját nézegetve 2021-es, 2022-es évben, a 2021-ben 4-szeres magyar bajnok volt, az Európa-bajnokságon 16. helyezettet ért el, 16. helyezést ért el, és mellette 7 hetet volt Kenyába edzőtáborban. Szemerei Levente elmondta, hogy megtiszteltetés számára ez a díj, és a jövőben is igyekszik majd, hogy az általa elért sikerekkel öregbítse Szekszárd hírnevét. Pályaversenyzést ezt picit hanyagolom, utcai versenyzésbe gondolkozunk el, hogy a jövő évi budapesti világbajnokságon indulni tudjak maratonon, maratoni távon. Tegnap versenyeztem Splitben, ma érkeztünk haza, egyéni csúcsot futottam. Az év edzője díját a KSC kosárlabda csapatának vezető edzője Gyoki Dzsajko vehette át. A díjazottakat a hivatalában fogadta Ács Rezső polgármester, aki elismerését fejezte ki az elért eredményekért, és azt kívánt, hogy a jövőben mindketten tovább öregbítsék a megyeszékely hírnevét. Regionális híreink következnek. A háborúval kampányolnak a pécsi oldalon, minden határon túlment az aljasság a másik fél szerint. Több mint energetikai korszerűsítés, összesen 744 millióból újult meg a Bánki Donát utcai iskola. Az állatoknak is gyűjtenek, ukrajnai házi kedvenceket mentenek magyar civilek. A háborús helyzetet is beemelte kampányába a Baranya 1-es számú választókerületében induló baloldali jelölt. Politikai ellenfelét Putyin csatlósának, míg magát a béke garanciájának nevezi, abban a politikai hirdetésben, amit a választópolgároknak küldött. Kővári János szerint sajnálatos, hogy ilyen mélységekbe süllyedt a baloldaliak kampánya. Ezt a szórólapot terjeszti a baloldali képviselőjelölt, aki Baranya 1-es számú egyéni országgyűlési választókerületében indul. Vetélytársát Putyin csatlósának nevezi, míg magát a béke garanciájának. Sajnáljuk, hogy a baloldal ezt a békétlenséget, ezt a háborút is arra használja, hogy kampányoljon. Ráadásul elég méltatlan módon engem Putyin csatlósának nevez, ő magát a béke garanciájának. Én úgy gondolom, ez a jó ízlés határait is messze súrra, jó érzés határait is messze súrolja, sőt át is üti. De szerencsére nem baloldaliak az emberek, hanem magyarok elsősorban, és mint hallhattuk a miniszterelnök úrtól is, Magyarországon jó emberek élnek, én ebben bízom, mi is igyekszünk azzá lenni és tenni. Kővári János szerint szomorú, hogy ilyen eszközökkel élnek a baloldalon a kampányban. Azt akarják elhitetni, mintha lenne valami köze a háborúhoz politikai ellenfeleiknek, de ez nem igaz. Mellár Tamást az üggyel kapcsolatban kereste a sajtó, de egyelőre nem adott választ arra, hogy miért így kampányol.
Összesen mintegy 744 millió forintból újult meg Pécsett a Bánki Donát utcai általános iskola. Uránváros központi intézményében korszerűsítették a nyílászárókat, a fűtési és használati melegvízrendszert, de hőszigetelést is kapott az épület, illetve akadálymentesítést is megvalósítottak a szakemberek. A beruházás része az évek óta tartó iskolafelújítási programnak, egyúttal a városrész fejlődésében is nagy szerepet játszik. Befejeződött a pécsi Bánki Donát utcai általános iskola energetikai korszerűsítése. Az uránvárosi térség központi iskoláját még 1963-ban alapították, azóta csak kisebb felújítások történtek. Most azonban teljes körű modernizáláson esett át az intézmény. Az előző városvezetés 2017-ben nyújtott be egy erre irányuló pályázatot, majd 2021. január 25-én kezdődtek meg a munkálatok. 691 millió forint állt rendelkezésre, mely összeget 53 millió forinttal egészített ki az önkormányzat. Ennek köszönhetően megújult többek között a fűtési és használati melegvízrendszer is. Hoppá Péter, a térség országgyűlési képviselőjelöltje stábunknak elmondta, a munkálatok nem csak az energetikai felújítást célozták meg. Mintegy 900 nyilászárót teljes körűen ki kellett cserélni, a teljes lapostető újra szigetelését meg kellett tenni, hanem ezt még kiegészíti egy a zöldváros koncepcióba illeszkedő napelem rendszer is, ami elhelyezésre került az iskolában. Ezáltal a fenntarthatóság hosszú távon sokkal olcsóbb, mint amilyen a még szél által átfújt vasból lévő nyilászárók idején és a beázó plafonok idején történt. A pályázatból emellett projektarányos akadálymentesítést is megvalósítottak. A Bánki Donát utcai általános iskola egyébként nem az első intézmény, amely megújult a Baranyai megye székhelyen. Az iskola felújítási programban először az életveszélyes minősítésű épületek kerültek sorra, mint az I. és Gyula, az Árpád-Fejedelem és a testvérvárosok terei intézmények. Most Uránváros első számú köznevelési iskolájának korszerűsítése történt meg, amely része a város részfejlesztésének is. A már elkészült Hajnóci utcai piac és az elektromos buszok mind a zöld szemléletet erősítik, amely a fenntartható jövő elérését célozza meg. Az Ukrajnában hátrahagyott házi kedvencek ellátására is gyűjtenek a magyar állatvédőszervezetek és civilek. Az otthonaikat elhagyni kényszerülők sok esetben nem tudták magukkal vinni kutyájukat vagy a macskájukat. Emiatt róluk az ottani állatvédők gondoskodnak, készleteik azonban utánpótlás hiány kezdenek apadni. Több helyen is gyűjtik a dél-balatoni állatvédők az adományokat, az egyik helyszín a Siófoki Állatvédő Alapítvány telephelye. Az állatvédők számára nem is volt kérdés a segítségnyújtás. Vannak a határ mentén is állatvédő szervezetek, illetve menhelyek, és én az egyik legnagyobb szervezettel, Nyíregyházán, a Vidra Betty vezetésével a PCS menhelyet kerestem meg ezzel. Ők egyébként azok, akik fel is vették a kapcsolatot közvetlenül a kinti menhelyekkel, és így sikerült tulajdonképpen tudomást szerezni arról az utóbbi napokban, hogy mi az, amire leginkább szükség van. Ugye belistázták, hogy mi az, nyilván ugye az eledel, ami legfontosabb. Kaptunk gyógyszerlistákat is, hogy mi az, ami most a legjobban szükséges. Az állatvédők ugyanakkor azt kérik a felajánlóktól, hogy minél nagyobb kiszerelésű kutya és macskatápot adományozzanak. Az állateledője egyrészt a szárasztáp, tehát a kutyatából, amit kérnek egyébként a főbb gyűjtőpontokon, hogy lehetőség szerint a lehető legnagyobb kiszerelés legyen. Tehát inkább akkor legyen, vagy dobjanak össze többen egy zsákra való pénzt, és akkor azt együtt vegyék meg. Tehát ne a fél kilós, egy kilós, két kilós csomagok, egyrészt sokszor át kell majd pakolni. El kell a gyűjtőpontra vinni, onnan majd aztán szétszortírozni, aztán majd valószínűleg egy nagy szállítmány elviszi, és utána még lesz szétosztás is. Tehát többször kell átpakolni, a kis csomagok sérülnek, kilukadnak, nehéz velük bánni, tehát mindenképpen felhívták a figyelmet arra, hogy a legkisebb kiszerelés az a kutyatából is, az 10 kilós legyen, de lehet több is, tehát nagyobb is. Gyógyszerekre, kötszerekre is szükség van az esetlegesen sérült állatok ellátásában. A gyógyszerek tekintetében ugyanakkor fontos, hogy állatorvos vagy állatvédők által javasolt gyógyszereket vásároljunk és küldjünk tovább.
Mindenképpen azt javaslom, hogyha valaki ilyet szeretne adományozni, akkor vagy állatorvossal vegye fel a kapcsolatot, és kérje ki a véleményét, vagy akár vásároljon nála, és azt vigye a gyűjtőpontra, vagy pedig gyakorlott állatvédő szervezetektől kérjen tanácsot, hogy milyen gyógyszereket lehet használni az állatok számára, és mi az, ami hasznos lehet. Ez pontosan azért nagyon jó, mert hogy mi magunk tudjuk azt, hogy mi az, aminek örülünk, tehát amikor valamit kapunk, tudjuk, hogy mi az, amit nagyon jól fogunk tudni használni, és mi az, amit meg nem. És esetleg majd valahol a patikába egy szemétgyűjtő, vagy fel nem használt gyógyszergyűjtő dobozba landol, ahelyett, hogy egyébként meg jól hasznosítható lenne. Az első szállítmányok csütörtökön hajnalban indulnak a nyíregyházi központ felé, ahonnan majd a humanitárius folyosó megnyitását követően várhatóan jövő hét elején kerül a kárpátaljai állatvédő szervezetekhez. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat röviden. Összefogás az Ungváron élőkért, példaértékű, ahogy a szekszárdiak segítik a háború sújtotta területen élőket. Egyre kilátástalanabb a helyzet, a világgazdaság is megsíli, ha nem lesz hamar vége a háborúnak. Halálos balesetet okozott börtönbe megy, egy nő hunyt el, mert a sofőr elaludt a volánnál. Szekszárdváros díjazta a büszkeségeit, sportolóknak és edzőknek járt az elismerés. Pénteken délelőtt változó napsütés a legvalószínűbb, majd délután erősebb felhősödés, felhőátvonulások mellett elszórtan előfordulhat vegyes halmazállapotú szitálás, hózápor is. Felélénkül a szél, marad a reggeli fagy és az évszaknak megfelelően hűvös nappali hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!